perceken belül egy mezőgazdasági utat avatnak itt Nyírtelken. Mit lehet erről tudni? Pontosabban két útszakaszt, az egyik a 38-as főútvonalat köti össze Alsó-Súskottal, másik szintén a 38-as utat köti össze Pallakpusztával. Én itt nőttem föl, és tudom, hogy milyen fontos itt az embereknek a megélhetés, a mezőgazdaságból történő megélhetés, és ezek fontos mezőgazdasági utak, az MBH, a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatán nyerték el. Nagyon fontos ez Nyírteleknek, hiszen Nyírteleknek nagyon nagy határa van, bokortanyák vannak, puszták vannak, gyulatanya van, Pallakpuszta, Alsó-Súskút, Felső-Súskút, nagy határa van, és én azt gondolom, hogy az itt élő emberek megélhetését elősegíti, egyben gazdaságfejlesztési hatása is van ennek a két útszakasznak, amely közel 150 millió forintba került, és mintegy 5 kilométeres szakaszt jelent. Ha már ez az 5 kilométeres szakasz ilyen fontos, mint mezőgazdasági, esetlegesen van-e arra terv, foglalkoznak-e azzal, hogy Alsó-Súskút és mondjuk a Nyírszőlősi út összekötését egy aszfaltozott úttal megoldani, ami annyira tehermentesíthetné csúcsidőben a Tokaji utat, hogy lehet, hogy már Nyíregyházának nem lenne szüksége felüljáróra. Mint kormány megbízott, a nyugati elkerülő út kiemelt beruházásként hozzám tartozik, és ön is tudja, meg talán a kedves közéletet figyelő emberek is tudják, hogy a LEGO beruházás miatt a nyugati elkerülő út jövő év végéig, az első szakasz 2014. októberig, a Simai útig, az autópályától a Simai útig, majd a Tiszavasvári útig, a 36-os útig fogja összekötni, és utána szeretnék a 38-ast a 36-ossal, ekkor lenne teljesen nyugati elkerülő, ez a nyírtelekieknek, a környéken élőknek óriási segítség lenne az autópálya elérésében, és ezt azért mondtam el, mert ez az összekötő út tulajdonképpen, amit ön is mondott, szeretném, ha ezek az utak, a Nyírszőlősi út is megépülne, én gyerekkoromban biciklivel mentem ott végig, és mintegy 2,2 kilométeres szakaszt kell megépíteni, terveim között szerepel, a nyugati elkerülő úttal együtt ugyanolyan fontosnak tartom, még ha egy kisebb jelentőségű út akkor is.